Ez a 2016. szeptember 5-én történt baleset helyszíne a Nagykálló és a Geszterét közötti útszakaszon. Az ügyészség vádirata szerint az iskolabuszt már több éve vezető vádlott autóbusszal szállította haza a diákokat Érpatakra. A buszon 49 tanuló és 2 pedagógus utazott. A busz a megengedett sebességgel haladt a keskeny úton, de az egyik beláthatatlan kanyarban összeütközött egy vele szemben haladó, munkásokat szállító kis tehergépkocsival. A teherautóban 2 meghaltak, a buszon 26-an sérültek meg, közülük több gyerek súlyosan. Nagyon sajnálom, ma hozzátartozok, hogy tudom milyen, a családban valaki meghalt, de most is azt mondom, balesetében vagyok felelős, nem érzem magam bibásnak. Ezt vallotta a buszvezető férfi a csütörtöki tárgyaláson. A több mint 40 éve balesetmentesen közlekedő férfi a történtek felidézése közben többször elsírta magát, de hangsúlyozta, ma is ugyanúgy cselekedne, mint akkor. Az ügyészség vádja szerint a férfi azért felelős, mert a megengedettnél nagyobb ösztömegű járművel közlekedett, sebessége nem felelt meg az út és látási viszonyoknak, valamint nem vette figyelembe azt, hogy a keskeny úton a patkára kellett volna lehúzódnia ahhoz, hogy a 2 jármű egymás mellett elférjen. A nyomozás adatai szerint a kis teherautó elhunyt vezetője is felelős a balesetért, azonban vele szemben a rendőrség megszüntette a nyomozást. Ez a baleset olyan gyorsan történt, egy pillanat műve volt az egész. Mikor beértem a kanyarba, már észleltem a kis autót, húzottam jobbra, igyekeztem, próbáltam elkerülni a balesetet. De még abba is valahogy nem tudom, ha egy kicsit jobban lejjebb húzódok, ott egy méteres árok volt, ami az ajnövézetből nem látszott. És ha én még kicsit lentig tudok menni, akkor nagyobb baj lehetett volna, mert akkor beborulok is az állók. A vádlott a tárgyaláson azt állította, hogy az úton 2009 óta nem volt kitéve súly- vagy sebességkorlátozó tábla, majd hozzátette, a mai napig nem tudta feldolgozni a balesetet. A büntetőper tanúk és szakértők meghallgatásával folytatódik a Nyíregyházi járásbíróságon.